már a kulisszat. A nagy ő! Itt van, hát ki lehetne más, mint Tóth Dávid, igen. Világbajnok kajakozó, olimpia ezüstérmes, és most pedig rózsabirtokos. Rózsakert tulajdonos. Egyre fogynak a rózsák. Fogynak a rózsák, erőteljesen fogynak a rózsák. Úgy tudom, hogy nem szórod a rózsákat, meg nem is feltétlenül várod ki ezt a ceremóniát. Egy kicsit megtörted a műsor hagyományait. Vagy ez így van? Én nem tudom, hát hogy ez... Most nem tudom, rögtön az, magyarul tudja. Rögtön az első adásban nem... vártad meg azt, hogy esti rózsaosztás van, hanem rögtön hazaküldtél valakiket. Így van, 5 lánytól elbúcsúztam, akikkel azt éreztem, hogy nincs meg az a kémia, nincs meg az az összhang, aminek meg kell lenni az első beszélgetés után, és 16-an maradtak első estére. Ugye ezek között volt olyan is, aki ezek már volt között. Kellemetlen pillanatokat okozott. Ugye, aki azt gondolta, hogy most akkor... Igen, ismertétek egymás korábban. Bátor vállalás egyébként újra neki futni ennek a tévékamera előtt Én az arcátlan kifejezést használom. Hát lehet, igen. Mert ahogy a beszélgetést megszakította, igen, és igen. Ahogy beerőszakolta magát ebbe a helyzetbe, az nekem is kellemetlen volt. Nekem is kellemetlen volt, tehát egy szekunderként azért én is átéltem, ahogy bele. Meg is kapta ért a méltó büntetést. Na most Dávid, igazából ez nagyon izgalmas az egész vállalkozás részedről is, mert ugye hát a kamerák keresztüzében kell hát lényegében udvarolnod, ismerkedned. Itt amikor azt látjuk, hogy a lányokra beszélgetsz, kommunikálsz, akkor azt a Tóth Dávidot látjuk, aki egyébként ilyen taktikával, vagy ilyen módon szokott udvarolni is, vagy azért ebben te viselkedsz egy kicsit? Viselkedek egy kicsit, nyilván volt bennem egy pici félsz, volt bennem nagyon-nagyon sok izgalom az elején, főleg amikor először nyílt az ajtó, amikor az első lány kijött és üdvözölt, úgyhogy nagyon-nagyon sok izgalom volt bennem, aztán szerencsére ez így oldódott így a megismerésük folyamatában is, meg aztán ahogy teltek múltak a napok, én is egyre nyitottabb lettem feléjük, és ők is egyre nyitottabbak lettek. Rajtuk is nagyon azt láttam, hogy ők is zavarban voltak, nehezen tudták kezelni ezt a helyzetet, de hát ritka az, amikor az ember kamerák előtt ismerkedik. Hát eléggé. És mondjuk mi szólt a környezeted ehhez? Ugye hát nyilván ott a családod, a barátaid, volt esetleg valami zrika, vagy pedig az meg jó van kisfiam, hát ez kell neked. Most. Hát a barátaimtól abszolút, tehát volt zrikálás rendesen, és ezt tartom mai napig. És a szüleim részéről viszont abszolút támogatás volt, és anyukám azt mondta, hogy neki teljesen mindegy, hogy hol talál meg a boldogságot, hogyha egy tévéműsorban, akkor az legyen egy tévéműsor. Neki mindegy, csak tényleg legyek boldog, ez a legfontosabb. Hát, én nem tudom, valahogy úgy vagyok, hogy ha annak idején, én már megtaláltam. Szóval, hogyha bementem egy helységbe, ahol több hölgy volt, ott azért az ember kiszúr egyet, maximum kettőt, akivel szívesen leül, itt meg egy csapatnő van. Ugyanaz a rezgés, és ugyanúgy meghagyod a szabad vegyértékedet minden lánynak, vagy vannak ilyen első benyomások, akik elsőprőbbek, mint a többiek? Ez egy nagyon jó gondolat. Hiszek az első benyomásban, de a szerelem első látásban nem. Oh. És úgy vagyok vele, hogy mindenkit szeretnék tényleg megismerni, uh-huh. és nem szabad csak arra hagyatkozni, hogy milyen az első benyomás, és hogy az úgy elvigyen. Uh-huh. Hanem én tényleg szerettem volna mindenkinek lehetőséget adni, mindenkivel beszélgetni, jobban megismerni egymást, nyitni a másik felé. Szerintem ez nagyon fontos, és hát nem lett volna egy jó sztori, hogyha ott az elején rákattanok egy valakire, és akkor csak vele foglalkozom. Mennyire igazi az, amit a lányoktól kapsz, vagy mennyire jó arra a radarod, hogy mi az, ami egy mozi vetítés az ő részükről, és mi az, ami valóban önazonos? Mondom őszintén, hogy egyből nem tudom ezt kiszúrni. Aha. Nyilván többször beszélgetni kell valakivel, hogy ezt megérezzem, nekem legalábbis. Ez így működik, nálam ez így működik. És van rá módszered, hogy becsald őket a csőbe, tehát hogy mondjuk, mint egy nyomozó? Konkrét módszerem nincsen, lehet, hogy kéne, hogy legyen, de
Egyszerűen csak szerintem lejön ez a beszélgetésből, és lejön azokból a dolgokból, amiket mond a másik szinten. Na de annyiban is különleges ez a helyzet mindenképpen, és speciális, hogy neked nem kell meghódítanod senkit, neked itt nem kell megküzdened senkiért, hanem az van, hogy tulajdonképpen, ha úgy tetszik, védekezned kell, mert itt van 21 csaj, aki egymást liegik túl. Andris, én pont ezt akartam kérdezni, hogy? Képzeld el, hogy nincs-e olyan, hogy egy lány jelentkezik mondjuk egy ilyen műsorba, és aztán menet közben a Dávidnak nagyon tetszik, és akkor a csaj pedig azt mondja, hogy állj mégse, és ő kezd el harcolni. Ez benne volt a pakliban egyébként, és most nyilván nem szeretnék semmit elkiabálni, majd meglátjátok. Jó, hát alapvetően azt gondolnám, hogy azért mennek oda, mert téged akarnak, és az első adást láttam legalábbis, hát ott aztán elképesztő módon hihegték egymást túl, hogy akkor ki, hogy... Vagy engem akarnak, vagy pedig az egészet, ami egy tévéműsorral jár, és ezt a felhajtást. Ez igaz, ezt sose tudhatod. Deríteni. Erre vonatkozott ez a kérdés, hogy mennyire lehet őket leleplezni. Ma sok mindennek utána megyünk, úgyhogy... Na, tele vagy titkokkal, ami így is van rendben. Oké, rendben. Most hol tartunk? Most hány lány van még a placon? 16. 16. Jó, hát akkor még van idő. Na, látod, nagyon föl vagyok készülve. 12? Már nem is tudom, hogy hol tartunk. Jó, mindegy. Valahogy 10 valány még ott van. Dávid, köszönjük szépen, reméljük, hogy a végén, a fináléban tényleg megleméljük, hogy azt a lányt választod, akivel aztán boldog is lehetsz a későbbiekben. Köszönöm szépen. Mi boldogok vagyunk így is, hogy itt vagyunk, nem? Teljes mértékben. Én tökéletesen boldog vagyok. Te boldog vagy? Te boldog vagy? Igen. És önök boldogok? Önök? Azt mondják, hogy igen. Akkor jó. Akkor tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza mindjárt.